Na srácok, sziasztok! A mai videóban egy számomra nagyon fontos dologról fogunk beszélni, és remélem, hogy titeket is érdekelni fog. Szóval, ahogy olvashattátok a címbe, varrattam magamra egy tetoválást. És ez a videó nem csak arról fog szólni, hogy én megmutatom a tetoválásomat, hanem elmondom annak a történetét, illetve hogy mi vezetett el odáig, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a szöveget, ezt az idézetet fölvarratom magamra. Nos, páran tudják, hogy én a magyar repzenéért élek és halok, tehát hogyha én repet nem kezdtem el volna hallgatni olyan 5 évvel ezelőtt, akkor most sehol se lennék, hiszen az egészet feladtam volna a faszba. De voltak előadók, akik motiváltak engem. Nem is kicsit, hanem kurvára. És van egy olyan előadó, aki a szövegével, illetve az életmódjával nekem tényleg a példaképen mély nőtte ki magát. Én már több éve tervezek varratni egy ilyen idézetes tetoválást, csak eddig nem tudom eldönteni, hogy melyik idézetet varrassam magamra, most már pedig döntöttem, és nem bántam meg. Van amúgy egy nagyon fasz a kis sztorim ezzel az egésszel kapcsolatban. Egy jó néhány éve nyáron anyu megkért, hogy menjek el egy garázs távirányítóért a halál faszába itt Budapesten, mert ő dolgozik, rengeteg munkája van, és hogy ennyit tegyek meg. És én pedig nyilván örömmel vállaltam, mert így tudok neki segíteni, és neki könnyebb lesz az egész napja. Na hát úton is voltam oda, és ahogy leszálltam az egyik villamosról, három nálam jóval idősebb, tehát ilyen 18-19 éves srác körülvett, és konkrétan elkezdték, hogy mennyi az idő, tesó, megmutattam az órámról, az nem volt, akkor kellett a telefonom, azt nem vettem elő, azt elkezdtek már fenyegetni, meg minden. Aztán fölpattantam egy teljesen random villamosra, mert nem tudtam, hogy hol vagyok helyileg, hiszen nem vagyok ismert ezen a környéken. Ők is jöttek utánam, tehát igazából már meg akartak verni, és az volt a szerencsém, hogy ott voltak emberek. Tudnélik, hogy akkor én azért fiatal voltam, tehát ilyen 11-12 éves, és akkor azért rendesen beszartam, hogy őszinte legyek. Szóval ment a villamos, hogy számomra teljesen ismeretlen útvonalon, és az egyik megállóban láttam, hogy van egy ilyen bevásárló központ, ahol van Tesco, illetve különféle más boltok. Szóval gyorsan le is szálltam, rohantam arra, oda is követtek, meg akartak verni meg minden. Bejutottam a bevásárló központba, és két tetováló srác felém jött, úgymond, és kérdezték, hogy mi a param, mert látták, hogy teljesen be vagyok szarva. Elmondtam nekik, hogy hát az a három srác az úgy picit ki akart rabolni, meg akart verni, ezen kívül úgy semmi. És srácok végül elmentek maguktól, mert beszartak a két tetováló csávótól, és ők pedig bekísértek a boltjukba, ami ott volt egy olyan 20 méterre, kaptam egy kis kaját, mert nem volt nálam semmi, és mondták, hogy nyugodtan maradjak itt, ameddig meg nem nyugszok. És hát számomra ez egy akkora élmény volt, tehát hogy tényleg vannak ilyen emberek, akik segítenek a másikon, amikor bajba kerül, hogy én akkor megfogadtam, hogy abba a szalomba fogom varratni az első tetoválásomat. Csak ez sajnos ez így nem jött össze, amit nagyon bánok azóta is, hiszen egy-két hete elutaztam személyesen is oda, de hát sajnos már a tetováló bolt rég zárva volt. Mármint nem úgy zárva, hogy én 8 órára jöttem oda és 7 órakor bezárt, hanem úgy, hogy már több hónap ezelőtt bezárt, és ők a nevét se tudták megmondani. Így hát kénytelen voltam máshol varratni, de nem bántam meg, tehát nagyon szép munkát végeztek ott is a srácok. Szóval a tetoválásom az itt található, nekem kurvára bejön, tehát én választottam ki a betűtípust is, hogy milyen nagy legyen, értelemszerűen, hogy hova varrassák, és nagyon nagy mértékben motivál engem, és emiatt varrattam is magamra az egészet. Folytatom tovább a mesélés közben, pár közeli képet mutatok a tetkóról is. Kiraktam az Instagramomra is egy-két posztot, amin látszik a karom. És hát nagyon meglepődtem, mert egyes emberek olyanokat kommenteltek oda, hogy Dazis, te teljesen hülye vagy, mit képzelsz magadról, hogy tetoválást varrattál magadra, kurva csúnyán néz ki, tehát bármit, amit el tudtak képzelni, azt így pár ember rám zúdította egyből. Csak hát én azt a mai napig nem tudom felfogni, hogy egy tetovált ember miben más, mint egy nem tetovált. De hogyha ti tudjátok, akkor írjátok le kommentbe. És amit így rengeteg személyes barátom föltett nekem kérdés elsőre, amikor meglátta a tetoválásomat, a legnagyobb közhely, mennyire fájt? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem fájt, hiszen igenis fájt. De sokkal inkább egy kellemetlen érzésnek tudnám betudni az egészet, ami tartott egy jó órán keresztül, hiszen addig lett fölvarva a minta, de természetesen simán túl lehet élni, tehát nem egy olyan fájdalomra van itt szó, amiben az ember belehal. Csak hát kellemetlen az egész, hogy egy tűvel szurkodják a bőrödet és alányomják be a tintát. És aki esetleg a nézőim közül szeretne tetoválást, annak én azt üzenném, hogy tényleg nem elég egyszer vagy kétszer átgondolni, hogy mit varratsz magadra. Bele kell gondolni, hogy a tetkó az egy örök dolog. Habár elvileg már vannak ilyen lézeres eltávolítások, de az ki tudja, hogy milyen. Szóval nagyon gondold át, hogy mit varratsz magadra, hiszen ez egy örök dolog. És azért, hogyha mondjuk egy buli után magadra varratsz poénból
egy Tesco logót tegyük fel a alkarodra, akkor azt másnap azért megbánod, és ott kell viselned életed végéig. Vagy eltakarni más mintával. Szóval ez az idézet Steve Antaltól van. Én neki el is küldtem egy fotót erről a tetoválásra, és neki is tetszett, azt mondta, hogy brutál jó munka, tehát köszönöm neki is az elismerő szavakat. És hát róla tudnélik, hogy most jó pár éve el volt tűnve, tehát semmit nem mutatott magáról a médiának, úgymond, most pedig visszatért. És én éppen ezért szeretnék neki azzal segíteni, hogy a Facebook oldalának a linkjét leteszem a leírásba. Szóval, ha érdekel titeket, hogy ő milyen zenét csinál, akkor kattintsatok a leírásban található linkre. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, írjátok le kommentben a véleményeteket az egész tetoválás témáról, és nyomj egy lájkot, hogyha bejött ez a vidi. Én Dazis voltam. Csecse!